azt is látjuk a közvéleménykutatásokból, hogy a DK és az MSZP szavazóbázisa természetes módon nagyon sok tekintetben összeér. Van, ahol férj és feleség ugyanazt gondolja a világról, de az egyik ide szavaz, a másik oda szavaz. Nagyon sok helyen hallottam, hogy Klári legyen EP képviselő. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, a mi szavazóbázisunkat. Klári európai parlamenti képviselő lesz. Most az a kérdés, hogy Jávor Benedekből, aki az idén az év európai parlamenti képviselője volt, tudunk-e EP képviselőt ismét magyar haza érdekében tenni, megszavazni? Ezért van arra szükség, hogy azok is, akik régi MSZP szavazók, azok is, akik most újonnan jöttek hozzánk, maradjanak a közös listánál nálunk. Én innen szeretném megköszönni mindenkinek, aki beletett szabadidejéből egyetlen egy percet is ebbe a kampányba. Több mint 10 000 aktivistánk dolgozott ingyen, sokszor az esőben, a fagyban, a szélben. A kampánybuszunk közel 10 000 kilométert, mint az én kampánybuszom, amiben én ültem, az is 9 000 kilométert. 500 rendezvényen vettek részt a politikusaink az elmúlt 2 hónapban. Rengetegen segítették a munkánkat, nagyon megnyomtuk ezt a kampányt, és azt hiszem, hogy egy kampányfilmnek a végén, hogyha másra nincs is ideje, akkor azt el kell mondja, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki beletette ezt az energiát.